Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Javarészt ezek a témáink, de én rögtön itt az elején egy újabbat is behozok az első beszélgetés legelejére. Dajs Tamás, Európai Parlamenti Képviselő a vendégünk. Jó estét kívánok. Estét kívánok. De most nem elsősorban ebben a funkciójában szólítom meg rögtön az elején, hanem azért, mert tegnap este elhunyt egy nemzeti hős, akinek az életműve egyúttal az Ön klubjának, az MTK-nak is nagyon fontos, az MTK örökös bajnok, a Wichmann Tamás, akiről beszélek. És én azt gondolom, hogy pár mondat elejéig itt álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk meg róla. Ha van igazi bajnok, akkor Wichmann Tamás igazi bajnok. Ha van aranyember, és pont egy olyan ember esetében használom ezt a kifejezést, akinek az életében a fantasztikus sportpályafutásában egyetlen egy fájdalma van, hogy olimpiai aranyérmet nem tudott nyerni. 9 világbajnoki győzelem, 3 Európa bajnoki győzelem, 30 sok magyar bajnoki győzelem, olimpiai ezüstérmek, egy olimpiai bronzérem, de az olimpiai arany hiányzott, de mégis egy aranyember, egy szeretettel, barátsággal, mások iránti törődéssel teli ember, és higgyel mindenki ezt nem a gyász szomorúságában mondom én, mint az MTK elnöke, hanem egy olyan emberként, akinek megadatott az életében az a csoda, hogy ismerhette, jól ismerhette, közelről ismerhette Wichmann Tamást. Ugye azt szokták mondani, hogy az az ember nem hal meg igazából, akire emlékezünk, az egész biztos, hogy 50, 100, 150, 200 év múlva, hogyha egy magyar sporthősről akar majd egy édesapa vagy édesanya a gyerekének mesélni, akkor elsők között fog Wichmann Tamás az eszébe jutni, úgyhogy Tamás eltávozott közülünk, legyen neki könnyű a föld, de biztos, hogy igazából nem halt meg, mert mindig emlékezni fogunk rá. Amíg sportbarátok vannak, addig ez egészen bizonyos. Köszönöm szépen ezeket a mondatokat. És hát akkor most kevésbé emelkedett témák következnek, mert hát a politika. És a politika megint hozott olyat, aminek a stílusa, azt gondolom, hogy megkérdőjelezhető sokak számára. Azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hogy a Momentum ismét hátba támadta a magyar embereket, és mondta ezt azért, mert Cseh Katalin egy tévéinterjúban a magyar kormány Ukrajna politikáját kritizálta. Ez biztos, hogy egy magyarok elleni hátba támadás? Nem lehet kritizálni a kormánynak egyfajta politikáját? Dehogy nem. Én is sokszor megteszem annak a kormánynak a tevékenységét illetően, amely kormány annak a pártnak a támogatását élvezi, amelynek alapítója vagyok, tehát a kormányt persze, hogy lehet kritizálni. Szoktak kritizálni a kormányt? Persze, hogy nem. Tökéletesen működő kormány nincsen, tehát nyilvánvalóan, hogy mindenki talál és találhat, és joggal talál olyan dolgokat, ami kritika tárgyává tehető, de itt azért nem erről van szó, hanem a kormány kritizálásáról van szó. Hát van egy világos helyzet. Ukrajnában egymást váltó hatalmak nagyon durván, a legalapvetőbb európai értékekkel ellentétes módon olyan döntéseket hoznak, és ezek törvényekben öltenek testet, amely döntések korlátozzák a Kárpátalján élő magyar nemzeti kisebbséghez tartozók egyéni és közösségi jogait, a szabadság jogait, azt, hogy ők magyarnak maradhassanak meg. A nyelvtörvényről, illetve az oktatási törvényről van szó. Hát olyan döntést akarnak életbe léptetni, hogy csak alsó tagozatban lehessen, alsó tagozat végéig magyar nyelven tanulni, és felső tagozatban, gimnáziumban pedig már nem lehet magyar nyelven tanulni. Én rosszul emlékszem, hogy ennek a megítélésében valamennyi parlamenti, és ilyen módon parlamenten kívüli, mert a Momentum is egyetért, hogy ez, ennek a megítélése csak negatív lehet magyar részre. Igen, csak ez addig... Ezt közt kritizálják, amivel a magyar kormány az ilyen. Hitelesíti ezt az álláspontot, hogy magyar politikai szereplők elítélik, kritizálják ezt a ukrán hatalmi döntést, amikor a magyar nemzeti kisebbség érdekében tett konkrét lépéseket nem támadja meg valaki. Ez képtelenség. Tehát ilyen nincsen. Annyit beszélnek a jelenlegi magyar kormánnyal kapcsolatban a jogállami szabályok betartásáról. Annyit beszélnek arról, bodarság, most nem azért idézem, mert egyetértenék, hogyha ma Magyarország ma jelentkezne az Európai Unióba, akkor nem vennék föl, mert az ilyen-olyan jogállami kritériumoknak nem felelnek meg. Arra szeretnék utalni, hogy az Európai Uniós tagság kiérdemlése kapcsán is jogállami normáknak való megfelelés az, amit teljesíteniük kell az országoknak, és gátolják a tagjelölt országok felvételét,
mindaddig, amíg ezeknek a szabályoknak nem tesznek eleget. De itt csak erről van szó. Ez egy másik folyamat, amiről a magyar kormány blokkolja a NATO csatlakozását. Erről beszélek. Egészen addig, amíg a nyelvtörvényt nem helyezik. Erről beszélek. Az Európai Unió blokkolja mindaddig tagjelölt országok felvételét, amíg az európai normáknak nem felelünk meg. Hogyha az ilyen magatartást lelkesen támogatja a Momentum, ha az ilyen magatartást azt felálló tapssal üdvözli, akkor hogy a fészkes fenébe képzelhető az el, hogy amikor az Európai Unió által gyakorolt, az európai normáknak, politikai cselekvés normáinak megfelelő magatartást tanúsít Magyarország, a magyar nemzeti kisebbséget érintő, az ő szabadságjogaikat korlátozó lépés kapcsán egy értékközösséget is jelentő nemzetközi szervezethez való ukrán csatlakozást blokkolunk, ezt hogy lehet kritizálni? Aki ezt kritizálja, az valójában az ukrán hatalom oldalára. Az a felvetés, hogy más eszköz kellene választani, ezzel a szemlélettel áll szemben egy másik, hogy Oroszország érdeke az, hogy Ukrajna ne csatlakozhasson a NATO-hoz, és az Európai Unió érdeke az, hogy a NATO-hoz minél hamarabb csatlakozik. Nem az Európai Unió érdeke, azért ez egy bonyolultabb kérdés, nem mindegyik Európai Uniós tagország NATO tagország, Finnországra vagy mondjuk Ausztriára hadd utaljak, és azért nem jelentéktelen országokról beszélek, de a helyzet az az, hogy a politikában, ha van lehetőséged a magad szándékának az érvényesítésére, határozott lépésekkel, akkor attól nem lehet félni, attól nem lehet megijedni. Sorskérdésről van szó, arról van szó, hogy a kárpátaljai magyarságot intézményesen ukrán hatalmi törekvésekkel az asszimiláció útjára akarják terelni. Ezzel kapcsolatban van egy világos magyar nemzeti érdek, ez kutya kötelessége következetesen képviselni a mindenkori magyar kormánynak, és a magyar kormány egy ilyen határozott, kemény, az ukránoknak bizony fájdalmas eszközt alkalmaz. Nagyon helyes. Ilyen eszközt kell alkalmazni. Ennek az eszköznek a megtámadása ilyen szépészeti szempontból, hogy talán más eszközt kéne alkalmazni. Ez lehet egy politikai elképzelés is. Erről lehet, hogy tárgyalnia kellene a Fidesz európai parlamenti képviselőinek és a Momentum európai parlamenti képviselőinek, ki mit belát lehetőséget. Tehát, hogyha valakivel tárgyalni akarnak, vagy valakivel konzultálni akarnak a Momentum vezetői, akkor a magyar kormánynak a képviselői. Én határozottan azt gondolom, hogy egy elfogadhatatlan a magyar embereket és a magyar nemzeti érdeket hátba támadó magatartás az, hogy amikor egy ország a határain túlélő nemzeti közösségének az érdekében fellép, olyan diplomáciai eszközöket alkalmaz, amely diplomáciai eszközök esélyt teremtenek arra, hogy a nyomásgyakorlás módszerével módosítania kelljen ennek a szomszédos országnak a magatartását, ezt akkor értem. Ennek az eszköznek az alkalmazását megtámadja képviselő, valaki, ez azt jelenti, hogy az ukrán asszimilációs törekvéseket képviselő hatalom annak van értelme, hogy állandóan az legyen az érve a másik ellentmondással vagy véleményével szemben, hogy a magyar emberek és a magyar embereket hátba támadják, a magyar embereket támadják. Hát nem, a kormány politikáját támadják. De a kormány politikájával nem értenek egyet. Az egy jó válasz erre, hogy ez a magyar emberek hátba a priori kérdésnek kéne lenni. Tehát ennek vitán felüli kérdésnek kéne lenni. Hát az eszköz a vitatott kérdés, nem az, hogy fel kell lépni a magyarok védelmében. Üdvözölni kéne azt, hogy végre van egy kormánynak bátorsága egy hatékony, kemény, határozott eszközt alkalmazni. Hát akkor lenne hatékony, hogyha ez hatott volna, de egyelőre Ukrajnára ez nem hatott. Hát ha valami hatni fog, akkor ez igen. Tehát azt tudom mondani, tehát ez a jövőbeni remény. Fordítva ülnek a lovon. Itt valójában egy világos, egyértelmű, jó reménnyel hatékonynak mondható, de kemény eszköz alkalmazását megtámadni, ez valójában azt jelenti, hogy le akarják fegyverezni a magyar kormányt a határon túli jelesül most a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség érdekében való proaktív fellépés. Ugye én nekem semmi közöm Cseh Katalin mondataihoz, tehát én helyette nem fogok gondolkozni, de most, hogy önt hallgatom, nekem biztos távol állattól ezt a munkát elvégezze. Jó, erre most hadd ne reagáljak, kell. Viszont mondhatta volna azt is, hogy mert ez az eszköz eddig nem vált be, és már elég régóta alkalmazza a magyar kormány, időszerű lenne valami újat kipróbálni. Jó, de egy más eszközt is alkalmaz. Szeretném azt elmondani, hogy ennek az eszköznek az alkalmazását illetően egy óriási sikert értünk el, a NATO tagországok elfogadták, hogy legitim egy ilyen eszköznek az alkalmazása. Nem mindenki örül neki, ott is vannak viták, de elfogadták. Elfogadták azt, hogy igenis,
joggal támasztja egy NATO tagállam ezt a szempontot egy NATO-ba belépni kívánó országgal kapcsolatban. Ezt a jogot, ezt a szemcsákatalin sem vitatta. Még egyszer mondom, ez mellébeszélés nem az ön részéről, hanem az érintett politikus nő részéről. Az a magyar politikus, aki a magyar kormánynak egy ilyen jó diplomáciai eszköz alkalmazását megtámadja, valójában olyan lépést tesz, amivel az ukrán hatalom mellé áll a kárpátaljai magyar kisebbséggel szemben. Ez nem elfogadható. Van egy másik témánk. Manfred Weber, az Európai Néppárt Európai Parlamenti csoportjának, képviselőcsoportjának a vezetője felvetette, hogy botrányos, az Európai Tanács még mindig nem tárgyalja a Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos a jogállamisággal összefüggő eljárásokat. Ugye ez a hetes cikke életbe léptetésével kapcsolatos. Erről azt írta egy Twitter üzenetében, hogy ezzel maximálisan egyetért, amilyen gyorsan csak lehetséges, ezt valóban el kellene intézni. Ez valóban így van. Na de hogyan? Mert hogy a hetes cikke az egy fenyegetésként lebeg a magyar kormányzat és ilyen módon Magyarország fölött. Nyilván nem ezt várja, hogy ezt életbe léptessék. Nem, teljesen egyetértek azzal, amit Weber úr mond. A hetes cikke szerinti eljárást, hetes cikke szerinti eljárás milyen? A jogállamiság intézménye sérelmének a gyanúja merül föl, ezt elindíthatja az Európai Bizottság, elindíthatja az Európai Parlament. Lengyelekkel kapcsolatban az Európai Bizottság indította el, Magyarországgal kapcsolatban az Európai Parlament. Most tekintsünk el a Sargentini jelentés tagadásától, hazugsággyűjtemény, de ennek az eljárásnak a lefolytatása a tanács kötelessége. Annak a csúcsszerve az állam és kormányfők testülete. Az általános ügyek tanácsa már kétszer, más formációk, már x-szer foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Rétes tésztaszerűen húzódik az egész ügy. Miért? A helyet. Szerintem azért, mert a baloldali meg a liberális pártok alkotta kormányoknak az az érdeke, hogy így az ügy elhúzásával folyamatosan életben tartsák ezt a hetes cikkely szerinti eljárást. Teljesen egyetértek Weber úrral, a kormány régóta ezt kéri, hogy ennek a kutyakomédiának vessünk véget, már volt két meghallgatás, már sok száz oldalnyi tényanyagot a magyar kormány eljuttatott a tanácsi formációkban a más kormányok képviselőinek. Tűzze most már a állam és kormányfők testülete a napirendjére ezt a kérdést, tárgyalja meg. Két dolog, ami miatt ez nem történik meg, és ami miatt most már Manfred Webernek is ezt kellett kérnie. Mondom még egyszer, amit már hónapok óta kér, könyörög, javasol a magyar kormány. Az egyik az az, hogy említettem, így akarják életben tartani ennek az ügynek a rétes tésztaszerű elhúzásával. Kettő, eddig a legkülönbözőbb tanácsi formációkban ezek a konzultációk semmilyen konkrét jogállami problémát nem tudtak feltárni. Tehát ha a tanács napirendjére kerül, az állam és kormányfők testületének a napirendjére, ott egy döntést lehet hozni, hogy lezárul az eljárás, pontot tesznek a végére, hetes cikke szerinti eljárás megszűnik, és a Magyarországon a jogállammal az ég egyet a világon. Manfred viszont nem ebből az alapállásból követeli ezt, hanem azt követeli, mert hogy a két állam esetében ő lát nagyon komoly aggályokra okot adó ügyeket. Ezt kell eldönteni ezeket a tanácsnak. Végre meg kellene tárgyalni. De más az álláspontja, jól megfogalmazott, vagy rosszul ugyanaz. Megfogalmazott sajtónyilatkozatokkal szemben az unió alapintézményei, azok tény alapon járnak el. Hát legalábbis kettő mindenféleképpen, a bizottság meg a tanács. A tanács az megkapta a parlamenttől ezt a Sargentini jelentésben testet öltő vádiratot, szépen végigment most már több meghallgatáson az ott megfogalmazott állításokon. A magyar kormány elmondta ezzel kapcsolatban a tényeket, az igazságot, a valóságot. Most már nem lehet mit csinálni, tessék a tanácsülés, állam és kormányfők testülete napirendjére tűzni az ügyet, és tessenek dönteni. Ez a döntés, még egyszer mondom, nem lehet más, mint sem, hogy az ügynek vége, boszorkányüldözés befejeződik. Hát ez már az ítélet egyelőre, ezek szerint arra várunk, hogy a tárgyalás kezdődjön el. Nem, a tárgyalás az zajlik, már a Weber úr is, a magyar kormány is, most ebben a beszélgetben is azt mondom, hogy végre a döntést hozza meg az állam és kormányfők testülete. Újabb meghallgatás. Ugye Magyarország tekintetében igazságszolgáltatás, szólásszabadság, korrupció mértéke, a kisebbségek jogai, ezek merülnek fel szempontokként. A bevándorlók, menekültek helyzete. Nincs olyan Európai Uniós tagország, ahol a most ön által említett, vagy nem említett területeken ne lennének problémák. A kérdés nem ez, hogy probléma van-e, hanem az, hogy van-e a jogállamiság működését érintő probléma, olyan alapvető jogi probléma, az nincsen. Van rossz intézményi nem működés. Akar végrehajtani bírósági ítéleteket. Hol? Mondjon egy példát, hogy hát nem hajtott végre. Ugye itt van a gyöngyöspatai történet. Orbán Viktor kijelentette, hogy nem akar fizetni.
itt van a saját maga által, a magyar parlament által hozott törvények alapján a börtönbiznisznek nevezett a strasbourgi bírósági ítéleteken alapuló de most a kifizetések, ugye ott sem akar fizetni. Finoman fogalmazva is elfogult újságírók, meg a politikai ellenzékhez tartozó politikusok által megfogalmazottakat ne vegye készpénznek. Hát Orbán Viktor által megfogalmazottakat teszem készpénznek. Orbán Viktor, az se lehet? Dehogy nem, hát a nem készpénznek ugye? Kell venni. Még egyszer mondom, a tény az az, hogy a magyar kormány minden a magyar bíróságok, vagy az európai bíróságok által hozott döntést betart. A börtönbiznisznek véget akarunk vetni, ez szerintem egy helyes kérdésfelvetés, és annak is véget akarunk vetni, hogy egyébként olyan helyzet legyen a magyar közoktatásban, amely helyzetben a felzárkóztatást szolgáló, a nehéz sorsú helyzetben lévő gyerekek, cigányok vagy nem cigányok, de az ő felzárkóztatásukat szolgáló, pedagógiai szakmailag megalapozott törekvéseket abóvó szegregációnak minősítse a jogszabály, majd ez alapján különböző sorosista akcionistákból álló szervezetek pedig még hihetetlen nagy kártérítési pereket is indíthassanak. De arról nincsen szó egyébként, hogy meghozott bírósági ítéletek végrehajtása, az ne történne meg. Szeretném elmondani, hogy egyébként Magyarország nem tartozik azon Európai Uniós országok sorába, amely országoknak a száma nem cseké, ahol kötelezettség szegési eljárás végén hozott európai bírósági döntést az adott ország kormánya nem hajtotta végre. Németország esetében van ilyen ügy, Franciaország esetében van ilyen ügy, Olaszország esetében van ilyen ügy, Magyarország esetében nincs. Hát ez nekik nem dicsőség, nekünk meg ez a gyöngyöspatai történet, nem az. De a gyöngyöspatai történet az, a gyöngyöspatai történetnek az a része, az valóban nem örömteli, hogy még egyszer mondom, egy korábbi, nyilvánvalóan szegregált oktatási helyzetet teremtő ügyben a megoldás helyett, hogyan lehet a felzárkóztatandó diákcsoportokat valóban felzárkóztatni, ehelyett egy olyan szándékos bajkeverő magatartás indult el. Erről én meg azt gondolom, hogy nem beszélnénk a felzárkóztatásra szoruló gyerekek felzárkóztatási kötelezettségéről, ha ez nincs. Mert eddig senkinek nem jutott eszébe, hogy ezeket a gyerekeket tanítani kéne. Az most jutott eszükbe a döntéshozóknak, hogy fizetni kéne, na nem fizetünk, hanem inkább tanítunk. Eddig miért nem tanítottak? Jó, hát azért nem erről van szó természetesen. Annak az ideje jött végre el, hogy ne feje tetejére állítva, a lovon fordítva ülve történjenek az események. Ma az a helyzet, hogy amikor a felzárkóztatandó diákok, még egyszer mondom, pedagógiailag megalapozott felzárkóztatási programjait megvalósítják, akkor magukat jogvédőnek kikiáltó politikai aktivisták megjelennek, és szegregációról kezdenek beszélni. Ok nélkül? Mindig ok nélkül? Azt nem mondom, hogy mindig ok nélkül, de az ügyek 99,6%-ában igen, és innentől kezdve az ő fenyegető fellépésüknek köszönhetően felzárkóztatás sincsen, hanem a felzárkóztatandó diákokat berakják a nem felzárkóztatandó diákokkal egy tanulócsoportba, és onnantól kezdve zajlanak azok az iskolai erőszakban testetöltő események, amelyeket ön sem, én sem, senki nem akar. Azt gondolom, az hogy biztos, de most, nem árt, most azért elég messze, mert most ártatlan embereket meg is bélyegeztünk ebben a mondatban azzal, hogy miattuk vannak az iskolai erőszak cselekmények, miközben azért ez nyilván nem általános, és nyilván ezt így ki nem lehet jelenteni. Én soha nem szoktam általánosítani, de hát ez nem egy akadémiai székfoglaló hosszúságú érvelés elmondására alkalmas szituáció. Tehát korábban sem, most sem, jövőben sem fogok senkit általánosítva megsérteni, de azt tudom mondani, hogy végre el lehet kezdeni egy súlyos társadalmi kérdésről úgy beszélni, hogy nem egy az azt elfedő liberális európai politikai mantra szövegét kell felmondani, hanem nevén lehet nevezni a problémát, és a nevén nevezett probléma megoldására vonatkozó konkrét javaslatokat lehet megfogalmazni, és aztán azokon vitatkozni, hogy helyes-e, de nem eleve sápítozni, hogy nem, mert az, ha valaki ezt csinálna, az rögtön szegregáció, és ettől a fenyegetéstől beijedve, aztán ezeket a vitákat sem vállalják sokan. Nagyon helyes, hogy végre ezek a beszélgetések elindulnak. Képviselő, köszönöm. Nagyon köszönöm.